27 éve egy garázsból indult a Jülich Glass, mára pedig már a legkorszerűbb napelemeket képesek előállítani. Mint ahogy a cég elnöke Jülich Ádám mondja, az energiaárak mellett a környezet szennyezettsége is nő, ezért vették fel cégük profiljába a 2008 óta folyó napkollektor gyártás mellé a napelemek fejlesztését és gyártását is. A napelemnek az alapja az üveggyártás, tehát nekünk már megvannak az alapjaink a napelem gyártáshoz. Ami eltér a hagyományos napelem technológiától, hogy mi épülethomlokzati elemként is szeretnénk majd alkalmazni ezt a technológiát, tehát komplett épületek, homlokzatok burkolására. A kutatás-fejlesztési projekt megvalósításához pályázati úton 398 millió forint vissza nem térintendő támogatást kapott a társaság az új Széchenyi terv keretében. Az újonnan elkészült üzem az induláskor 40 főt foglalkoztat. Teljes kapacitását 2 év múlva éri el, akkor összesen 170-200 fő dolgozhat majd a napelemek gyártásán. Magyarországon ma azok a legfontosabb helyek, ahol magyarok adnak munkát magyaroknak. Másút Európában vagy a nyugati féltekén ez természetes dolog. Orbán Viktor miniszterelnök azt mondta, folytatják a Széchenyi tervet, hiszen az ilyen vállalkozásokkal lehet újraépíteni az utóbbi években szétrombolt nemzetgazdaságot. Az erő és a siker alapja a nemzeti gazdaság. Európa nem más, mint a nemzetek, és még inkább a nemzetgazdaságok közössége. A nemzetgazdaságok ereje és sikere évszázadokon át vezető civilizációvá tette Európát. Vagyis olyan helyek sokasága tette sikeressé a mi kontinensünket, mint ez, ahol most állunk. Ez a legfontosabb erőforrása Európának ma is, ez a legfontosabb erőforrás a nemzetekben és a nemzeti gazdaságokban található. Ezért akarunk mi magyarok is elsősorban nemzeti lábon álló gazdaságot teremteni. Cserpakovics András polgármester az ünnepségen elmondta, hogy a Jülich Glass gazdasági szerepe mellett másként is részt vállal a város életében, hiszen társadalmi felelősségvállalását számos esetben bizonyította már. 120-150 embernek fog munkahelyet adni, tehát munkahelyfejlesztő beruházásként is nagyon fontos. Fontos azért is, mert nagyon fontos partnere a Jülich Glass Székesfehérvárnak. Nem csak az önkormányzatnak, hanem a társadalmi felelősségvállaláson belül a helyi sportéletnek, kulturális életnek, oktatásnak. Az ünnepség végén a miniszterelnök, a polgármester és a vállalat elnöke együtt indította el a fehérvári cég új gyártósorát.